Szevasztok, srácok! Hoztam nektek egy jó kis játékot, mégpedig a reggeli kávém elé természetesen. Igazából, ha azt mondom 2019-ben, hogy Duke Nukem, akkor tényleg vannak emberek, akik felcsapják a fülüket, mint egy bánatos szamár. És hogyha vannak olyan emberek köztünk, akik várják a Cyberpunk 2077 játékot, de tényleg mindenki várja, nem tudsz olyat mondani, aki tényleg nem, akkor ők elgondolkoznak azon, hogy de jó lenne már valami olyan kis világot kipróbálni, ahol esetleg a Duke Nukem őrültségei, fegyverei, játéka, ugye, mégis látható egy olyan világban, ami cyberpunk, és ezt az egész őrültséget áthozni egy 2019-es, mondjuk egy remake-re, egy olyan engine-re, ami a Build Engine, ami igazából a Duke Nukem-mel jelent meg, de még nem, hát igazából ő volt az, aki tökéletesítette a rombolható környezetet. Előtte is voltak sokkal régebben játékok ezzel, de ez valahogy a pinnacle egyébként ez az engine. És ezzel az engine-nel, ezzel a nagyon régi engine-nel 2019-ben létrehoztak nektek egy olyan játékot, aminek az a neve, hogy Iron Fury. Hát sztori az nem sok van benne, valamilyen emberke vagy, akinek meg kell ölni embereket, és gyakorlatilag egy cyberpunk világban játszódik, de hadd ne én beszéljek erről, srácok, megmutatom nektek, hogy mitől is döglik a légy. A logó egyébként nagyon ismerős lehet. Hát legalábbis rengeteg embernek azt mondja, hogy én már látom is, hogy ez a játék, ez tetszeni fog nekem. Waypoint egyébként csinálta. Na nézzük, választunk egy campaign-t és egy, hát nagyon nehéz fokot, ezt nem látta senki. Így van, senki nem látta, de egyébként ugyanúgy néz ki, mint régen a Wolfensteinben. Várjatok, nem ittam meg a kávémat teljesen. Gonosz röhögés. Olyan gonoszak, mint ahogy szakálbetyár szokott nézni. Nézzétek meg, ki van írva. Ladies. Ez vagyok én. A mai világban már egy női főhős az elég ritkának számít. Amit nem, természetesen. Ennyi. Srácok, ez... Na tessék. Amikor bejöttek a játékba, nyilván lehet ugye... Itt már... Így van, nagyon-nagyon jó szövege van egyébként, felveszünk egy pár italt. Egyébként egérrel és billentyűzettel működik a dolog, nézzétek meg, ilyen gyönyörű várost, azért valljuk be, hogy eléggé ritkán látunk. Mi van itt lent? Tudja, hogy valami titkos hely. Sem, csak szemét. Nem, ezek tényleg csak szemét. Na jó, menjünk vissza. Marha jól néz ki. Na jó. Na, azt mondja, hogy van space, minden működik. Páncél, természetesen páncéldarab, E betűvel ugye nyilván, mint a modern játékokban lehet lövöldözni, vagy nem lövöldözünk, a lövöldözés az egérrel megy. Hehehe! Hanem ugye azzal nyitunk ajtókat például. Van valamilyen olyan funkciója egyébként, mint a Cyberpunkban, amikor ugye vannak ezek a... célpontkereső lőszerek, ez a jobb egér gombbal működik. Hoppá, hoppá, szereztem egy kulcskártyát. Ez a régi vibe, de jó volt ez régen, amikor ugye bementünk a Duke Nukembe és emlékeztek a Flynn's Arcade, Technoir. De voltak ugye strip clubok és tényleg olyan teljesen más volt a hangulata, mint egy mostani játéknak. Nézzük, hogy ebben a játékban egyébként ez megvalósul-e vagy nem. Ezt a zene is rengeteg dolgot dobja ezen az egészen. Na, menjünk tovább. Azt mondja, hogy szerintem... Ezekkel lehet játszani vajon? Nem. Vagyis egy nyög, de nem tudom miért. Na, nem akar játszani velük, és ez? Aha! Már ettem is valamit, és ittam valamit. Vannak ilyen kis szívecskék a falon. Hallgassátok a zenét, srácok, zseniális. Van WC. Aha. Hey. Nem tetszett neki, hogy bejöttem a férfi WC-be. Aha, ez vagyok én. Ah, milyen jól nézek ki. Van, működik ez is, nézd, minden működik, srácok, zseniális. És ne felejtjétek, hogy ez egy olyan engine-nel készült ez a játék,
Ami annak idején egyébként mondjuk a 3DFX-es videókártyákat mozgatta meg, tehát ez egyébként OpenGL-el megy egyébként, így Full HD-ban, már maga az egy technikai csoda egyébként. Nagyon jó, zseniális. Hát legalábbis nekem nagyon tetszik. Lehet, hogy valaki azt mondja, megnézi ezt a videót, hogy Úristen, hát ez a gyerek, megint ilyen hülyeségekkel játszik. Lehet, hogy World of Tanks ez ne. Hát a World of Tanks most egy kicsit kiverte a biztosítékot, szóval arra még szerintem majd várni kell. De rengeteg olyan játék van egyébként. Olyan dömping van egyébként mostanság, amit ugye nagyon... ő a Loverboy. Tehát olyan dömping van mostanában a játékban, amiket egyébként abszolút nem lehet követni. Hoppá! Vissza kell menni, mert azt mondják, hogy kinyírnak. Ja, tehát egyszerűen hihetetlen olyan játékok jöttek ki. Játszottam a Controllal. Nem tudom, mondjuk lehet, hogy én más játékkal játszottam, mint azok, akik annyira dicsérték a Controllt. Nekem annyira egyébként... jó, nem azt mondom, hogy rossz játék, inkább csak azt mondom, hogy nem értem azt a nagyon-nagyon sok dicséretet, amit kapott. Van benne három fajta ellenség, és nem úgy oldja meg egyébként a nehézségi fokokat, hogy tényleg berak teljesen más variánsokat belőle, hanem rengeteget rak be. Igazából tök fölöslegesek benne a skillek, nem is értem, hogy... Tehát használsz egyet, amivel dobálsz, meg felnyomod a HP-dat, ennyi, tehát fegyver egy van benne, az pisztoly, de ennyi erővel egyébként ez a játék már most változatosabb egyébként 5 perc alatt, mint a Control. Tök unalmas történet egyébként benne, nagy, teljesen olyan főszereplő, ami gyakorlatilag annyira izgalmas a Controlban, mintha néznéd a festéket száradni egyébként a falon, tehát... Hú, na mindegy, jó, hát akinek tetszik, tetszik, az játszom vele. Én igazából egy másik játékkal játszottam, a Man of Medan-nal. Oh, mi ez, bomba. Ú, de jó, mondjál, keresünk ellenfelet. Hey! Na? Ja, hogy meg kell gyújtani, hát ez nem olyan, mint mostanában, hogy eldobom és robban. Ezt meg kell gyújtani, emberek. Ah, mindegy, úgyhogy, jó, én el voltam vele egy ideig, aztán úgy beleuntam a Controlba. De mondom, lehet, hogy az én hibám is, lehet, hogy lehetne még. Egyébként sokkal, sokkal tovább is játszani vele. Ah, sikerült visszajönnöm az elejére, Franco. De nem olyan, mint ez a játék. Azért látjátok, hogy itt meg kell küzdeni el az elemekkel. Tehát itt nem olyan az egész, hogy majd... tudom, hogy merre megyek. Ó, egy Duke Nukem. Referencia. Gyönyörűek a színek egyébként. Tök jól néz ki az egész játék. Intézzük el őket. Hát mi lenne, hogy közelharcba? Tessék! Asztal, nem is néz ki rosszul egyébként. Tehát System Shock ehhez képest egyébként. Sehol nincs. Ó, mi ez? Ó. Health kit. Azt a mindenségét neki. Rengeteg jó dolog van ebben a játékban. Maradjunk ennél a fegyvernél, nekem az tetszik. Ó, köszönöm. Creamy stick. Azt hiszem, ezt sem kell magyaráznom, hogy mi ez. Na mindegy, menjünk tovább. Ja, egész sok minden működik ebben a játékban. Aha! Most nem akarok tisztítószereket. Shotgunos! Ez az én boomstickem. Na nézzük. Hát komolyan mondom, annyira kielégítő komolyan lőni ebbe a játékba, ez valami hihetetlen egyébként. Jó, gondolom, hogyha egy olyan ember játszik vele, aki még azt is értékelni, hogy a nehézségi fok fel van tekerve, szerintem az most tényleg egy ki orgiában tör neki.
Oj. Az a baj, hogy azért nem tudok játszani srácok vele, mert nézem a környéket, hát ez marha jól néz ki. Azt a mindenségét neki. Ha mindegy, egyébként órákig el tudnék játszani ezzel, de én azt mondom nektek srácok, hogyha szeretitek a Cyberpunk környezetet, tényleg megvan ez a Deus Ex féle. Nem is azt mondom, hogy Cyberpunk, inkább azt mondom, hogy el kell különíteni ezeket, most hát szakértők lesztek. És még ez is működik, létre is van benne, hihetetlen, 2019-en a Build Engine-nel. És vannak benne ilyen kornidumek. Tehát ha szeretitek egyébként az ilyesfajta játékokat, és nem azt mondom, hogy Cyberpunk környezetet, inkább azt mondom, hogy inkább az ilyen technoáros környezeteket, mint a Deus Ex. Ugyanis Deus Ex az nem feltétlen csak Cyberpunk, hanem inkább úgy hívjuk, hogy technoár egyébként. Ami egy kicsit még tovább viszi egyébként a magát a Cyberpunk genre-t. Nagyon jó ez a játék, komolyan. Tehát itt keresgélhettek, óriási térképek vannak benne, nagyon jó fegyverek, tök jó kis zenék, aki szereti az FPS-eket és tényleg az ilyen régi vágásúkat, az Iron Fury-t mindenképpen ki kell, hogy próbálja, mert komolyan mondom, akkor nem kap harcsapaprikás testére. Azt a mindenét, ez a dispenser, zseniális. Nos, srácok, hát nézzétek meg, ilyen world building-et a Build Engine-nel, tehát mint Duke Nukem-ből, azért tényleg régen látunk, és azért valljuk be, hogy 2019-en, még nem 2009-ben vagyunk, ha esetleg ott néznétek a videót, ez egy nagyon-nagyon-nagyon ritka gyöngyszem egyébként, úgyhogy tessék kipróbálni, és én pedig elköszönök, folytatom a kávémat szerintem, de majd még mutatok nektek olyan játékokat, amivel szerintem tényleg érdemes játszani, és azt a mindenit is lehet gyönyörködni benne, hogy hol is tartunk ma. Haha, hihetetlen, nagyon jól néz ki. Szóval, aki egy második gyerekkort akar átélni, mindenképpen próbálja ki a játékot. Köszi, hogy itt voltatok, srácok, folytatjuk legközelebb. Sziasztok!